Mint minden évben, idén is megrendezte a Zombai Hagyományőrző Egyesület és a Zombai Általános Iskola a közös tánctáborát a helyi művelődési házban. A koronavírus miatt kicsit érdekes volt, hogy hogy tudjuk megrendezni, de hál' Istennek az engedélyek megérkeztek, és kedden kezdtük a tábort, méghozzá június 26-án kedden kezdtük a tábort, egy hetesre terveztük, de mivel nem volt falunap, június 26-ai előtti héten volt a tábor, de nem volt 26-án falunap, ezért másként szerkesztettük az idei tábort. A tábor rendje az szokott lenni, hogy délelőtt tánc, ebéd, délután tánc és egy kis játék. Na most a szülőkkel ezt a trianoni műsor előtt megbeszéltük, hogy van egy ilyen verzió, hogy el tudunk menni több helyre kirándulni, ha ők is beszállnak anyagilag, és emellett döntöttünk. Így az önkormányzat támogatta a busszal az utazásunkat, és elmentünk a keddi napon Kölesdre, megnéztük a Kismegyeházát, a Padlásmúzeumot, de délelőtt táncoltunk. Másnap ismét táncoltunk délelőtt, és akkor pedig elmentünk Pécsre. Állatkert, Széchenyi tér, Nemzeti Színház. És a következő napot, mint minden évben, mindig van egy nap, amikor strandra megyünk. Hát ez érdekes volt, mert végig kellett mindenki telefonálni, mert nyitva voltak a strandok, de nem. De nem nagyon engedték, részben voltak csak nyitva, így aztán Bonyhádot választottuk, aminek az volt az érdekessége, hogy egész nap a teljes bonyhádi stranda miénk volt, mert más nem volt. Pénteken pedig délelőtt táncoltuk, és zártuk a tábort méghozzá úgy, hogy egy más mozgási formát tettünk be a végére, megkértük a helyi kangó vezetőjét, Dalos Evelint, hogy tartson nekünk egy más mozgási formáról, tehát egy kangó órát. Tehát így zajlott a táborunk. Mondom, ez azért volt egy kicsit ilyen, mert hogy nem kellett fellépéssel készülni. Tudtunk alapozni a táncosokkal, és nem kellett fellépésre készülni a falunapi fellépésre, mert sajnos az elmaradt. Úgyhogy az legközelebbi nagy fellépés is, amire nagyon készülünk, az a szüreti nap, azt talán úgy meg lehet tartani, mert ott van az, hogy a Hagyományos Egyesület tánccsoportja 30 éve alakult, tehát azt is szeretnénk ünnepelni, de ugye mindig a legnagyobb erő az, aki jelenbe jár még táncolni. Akár ifjúsági csoportban, akár a felnőtt csoportban, azokkal tudunk leginkább készülni minden fellépésre. Aztán úgy tűnik, hogy az ősz az visszaalakul, ha nem jön más közben, mert egy csomó fellépésünk, meghívásunk van. Természetesen a pandémiás időszak minden gyermeknél okozott némi visszaesést. A táncruha karbantartása mellett mindenki próbálta otthon a jól ismert lépéseket, de az igazi, együtt töltött táncpróbákat nem lehet pótolni. Nagyon jó volt, mivel hogy egy közösséghez tartozhatunk, és új, nagyon jó volt, hogy még egyszer találkozhatunk, és együtt táncolhattunk. Kicsit ugye elfelejtettünk pár dolgot, de utána kezdtünk belerázódni, utána már ment minden. De ugye elsőre egész furcsa volt. Nehéz volt, sok lépést így kiment a fejemből, így néha fura volt belegondolni, hogy úristen, három hónap után végre újra lehet táncolni. Azon gondolkodtam, hogy ki várta jobban a táncpróbákat, a gyerekek várták jobban a táncpróbát, vagy én vágytam jobban a gyerekekre. Hál' Istennek ez így összejött. Érezni lehetett az, hogy újra nagy levegő, újra menjünk neki, újra csináljuk, hol is hagytuk abba. Ez olyan érdekesen adta ki magát, hogy volt egy koreográfia, amit a koronavírus előtti próbán fejeztük be. És azzal kezdtük a tábort, hogy azt a koreográfiát, na akkor... Én azt gyerekek leadtam, kérném szépen vissza, és a 80%-ra emlékeztek is rá, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés volt. Azóta is, ha beszélünk, akár telefonon, akár, hogy mindenki előre fele tekint, hogy az ősszel majd meg hadd menjünk. És a szülők is, június 4-én látszott ez, hogy mindenki nagyon, ez a trianoni műsor, mindenki nagyon várta, mert a ruhák elő voltak készítve, és egy szólásra jöttek is már, és be tudtuk mutatni a falu két helyszínén is a magát a műsort.